Március óta naponta vitték házhoz a melegételt, élelmiszert vagy éppen a kiváltott gyógyszert önkéntesek az időseknek a koronavírus járvány idején. Nem csak a 65 év felettieknek segített így a szekszárdi önkormányzat, hanem a családoknak is, hiszen az oktatási intézmények bezárását, valamint a digitális oktatás bevezetését követően az iskolás gyerekeknek is házhoz szállították az ebédet. A szekszárdi városvezetés továbbá a gyerekfelügyeletet is megszervezte azokra gondolva, akik dolgoztak járvány idején. A szociális étkezésben több mint 10 000-en, a házi segítségnyújtásban több mint 8 600-an vettek részt, és több mint 15 000 adag ételt szállítottak ki az otthon lévő gyerekeknek. Összegezte az elmúlt 2 hónapot Ács Rezső szekszárd polgármestere, aki a törvényi előírásoknak megfelelően idáig egy személyben hozta meg a döntéseket. E hét szerdáig ugyanis rendkívüli jogrend volt érvényben. Úgy hoztam döntéseket, hogy a különböző bizottságoknak, egyéni képviselőknek a javaslatát kikérte, és meghallgattam. Természetesen nem minden esetben született ugyanazon ügyben egy olyan döntés, amelyet ők támogattak, sőt volt olyan döntés, amikor a különböző képviselők ellentétes véleményt fogalmaztak meg, akkor el kellett dönteni, hogy milyen döntést fel fogom lezárni az adott ügyet. De dönteni kellett. A polgármester az első legfontosabb döntései közé sorolta a költségvetés elfogadását. Ezt annak az érdekében hozta meg, hogy a járvány kezelésére a forrás rendelkezésre álljon. Több millió forintot költöttek védőfelszerelések beszerzésére, a közterületek fertőtlenítésére. Tolna megyében összesen 17 koronavírus fertőzött volt, a szekszárdi kórházban 6 beteget kezeltek, de senkit nem kellett lélegeztetőgépre rakni. Ács Rezső azt mondta, ez is annak köszönhető, hogy mindenki betartotta a szabályokat, az ellátórendszer pedig szervezetten gördülékenyen működött. Az önkormányzatnál 10 munkacsoport alakult a járványügyi helyzet kezelésére, a döntésekről pedig folyamatosan tájékoztatták a lakosságot. A városvezető a járványügyi helyzet kezelésével párhuzamosan a beruházásokat is folytatta. A városnak fejlődnie is kellett. Úgyhogy az ügyeleti központnak az építése elindult, generációpályának az építése el tudott indulni. Egy 5 milliárdos keretet nyertünk útépítésre, és 2 milliárd forintot pedig az iparipar fejlesztésére. Tehát nem csak a napi teendőkkel voltunk elfoglalva, hanem igyekeztünk jól lobbizni. A városvezető kiemelte, egy már jól működő rendszerrel és raktáron levő védőfelszereléssel készülnek a járvány második hullámára, ami őszre várható.